104 Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok, velünk történt című magazin műsorunkat hallják. A telefonvonal túlsó végén Kollár Kinga, a gazdasági versenyhivatal sajtó szóvivője. Tisztelettel üdvözlöm, Kinga. Jó napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre áll. Nagyon fontos a gazdasági versenyhivatal a COVID-19 megbetegedésekre tekintettel. A fogyasztók, a hirdetők, a hirdetések közzétevőinek figyelmét hívta fel, nem is olyan régen egy nagyon komoly közleményt adtak ki. Kinga, legyen kedves ezt összefoglalni a 104 Rádió 1 hallgatóinak. Köszönjük a lehetőséget. Igen, a gazdasági versenyhivatal nyomon követi azt, hogy a jelenlegi helyzetben a COVID-járványra tekintve milyen olyan piaci magatartások, piaci gyakorlatok kerültek előtérbe, amik esetlegesen az embereknek a visszékenységét, illetőleg védekezésre való jobb, erősebb hajlamát próbálják kihasználni. Ennek keretében március 19-20-án áttekintettük azokat a webáruházakat, amelyek olyan termékeket értékesítenek, amelyek ugye védekezést szolgálják, mint például a védőmaszkokat, illetve vírusellenesnek hirdetett termékeket. Összesen 15 weboldalon néztünk át több terméket, azaz a kapcsolatos reklámokat, illetve az értékesítési módokat. Sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy mindegyiken van kisebb-nagyobb rendellenesség volt. És azért adtuk ki ezt az útmutatót mind a fogyasztóknak, mind a webáruház üzemeltetőknek, hogy ezzel segítsük azt, hogy ebben a megváltozott környezetben is mindenki jogszerűen tudjon egyrészt értékesíteni, hogy ezt pedig probléma nélkül vásárolni. Ha van legyen kedves nekem segíteni, illetve hát elmondani a rádió hallgatóknak, hogy miket tartalmaz ez a felhívás, akkor először legyen a fogyasztók szempontjából. A fogyasztók szempontjából igazából felhívjuk azt a figyelmet arra, hogy mik azok a tipikus magatartási, vagy értékesítési módok, reklámok, amit ne óvatosabban kellene, hogy eljárjanak, és jobban utána nézzenek azoknak a weboldalaknak, webáruházaknak, ahol vásárolnak. Így például, hogyha rendkívüli akciókkal találkoznak, vagy pedig olyan oldalon, aki esetleg egyébként korábban nem is árult ilyen terméket, a védőmaszkokkal kapcsolatosan láttuk, akkor már az keltően gyanút fogyasztókban, hogy vajon mitől értékesítenek most valamit nagyon akciósan, miközben valójában ez egy nagyon keresett termék jelenleg. Nem biztos az sem, hogy ki fogják tudni szolgálni az igényeiket. Nyilván nem akar senki se feleslegesen pénzt adni valamiért, amit utána meg se fog kapni. Érdemes azokat a megállapításokat, azokat a reklám üzeneteket is óvatossággal értelmezni, amikor akár egy orvosnak vagy úgynevezett hatóanyag szakértőnek az ajánlásával próbálnak nekünk valamit értékesíteni, vagy hogyha nagyon kiemelkedő állításokat alkalmaznak, de a világon elsőként vagy ide, világon egyedülálló módon kaphatunk mi meg egy terméket. Tehát ezeknél mindegyiknél gondoljunk arra, hogy biztosan igaz-e. Próbáljuk akkor ilyenkor a webáruházat egy picit leinformálni, megnézni azt, hogy vannak-e cégadatok a weboldalon, hogy elérik a webáruházat, próbáljuk meg felhívni az ügyfélszolgáltat már előre, hogy tudjuk, hogyha bármi problémánk van, akkor fel tudjuk vele venni a kapcsolatot. Vagy akár tájékozódjunk más fogyasztó blogokon, hogy mi a tapasztalat ezekkel az áruházakkal kapcsolatosan. Nagyon szépen köszönöm. Ugye a következő akkor a hirdetőknek. Ők nekik mit tanácsolnak? Részben ugye ugyanez, hogy akkor hirdessenek akciót, amikor biztosak benne, hogy ki tudják elégíteni a készleteket, illetőleg mindenképpen tartózkodjanak olyan fajta vírus ellenes, olyan hatékonysági állításokkal, amivel azt próbálják hangsúlyozni, hogy ilyen az ő termékük a vírus ellen védnek. Most ugye mindenki a vírus alatt a koronavírust érti, tehát hogy ez nyilván ebben a környezetben így van. Ellenben élelmiszerrel kapcsolatosan, vagy pedig étrendkiegészítővel kapcsolatosan gyógyhatást nem szabad állítani, ez teljesen tilos. Tehát amikor azokat a kifejezéseket használnák, hogy vírus vagy vírus ellenes járványok idején javasolt, akkor mindig különösen gondoljanak arra, hogy ez biztosan megállja helyét, van-e tudományos ellentámasztottsága annak a gyógyhatáshajításnak, amit ilyenkor ezzel a reklámmal tesznek. Illetőleg még azt javasoljuk, hogy tartózkodjanak az olyan fajta értékesítési módokról, ahol próbálják a fogyasztókat minél gyorsabb döntéshozatalra készíteni, mikor olyan trükköket, technikákat alkalmaznak, hogy próbálják elhitetni azt, hogy nagyon kevés készlet a bizonyos termékekből, és csak bizonyos ideig elérhető, stb. Ezt akár látjuk egyébként tévéképernyőn is, de az interneten is, hogy jönnek nekünk fel mindenféle üzenetek, hogy már csak 5 darab termék van, már csak még 23 vásárló próbálja ezt a terméket felvenni. Tehát ezeket csak akkor alkalmazhatja egy webáruház működtetője, amikor ezek valósodatok, másrészt akkor is nagyon óvatosan, hogy ezek ne minősüljenek úgynevezett agresszív kereskedelmi gyakorlatnak. Nagyon szépen köszönöm, és akkor a végére egy pár jó tanács a Békés megyeieknek. Hogy tudatosan, óvatosan járjanak el az internetes vásárlásokkal, illetve tartsák egyébként észbe azt, hogy ha bármikor interneten keresztül vásárolnak, akkor bizonyos joguk megilletik őket, és ez például kifejezetten hasznos, hogy ez a 14 napon belüli ellenállás joga, ami akár ilyen termékekre is vonatkozik, amik ugye
kezelni és higiéniai termékek. Emberek nagyon vigyáznak arra, hogy ha pár egyszer felbontották a terméket, akkor már utána nem fogják tudni visszaküldeni ezeket. Iga, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre állt és tájékoztatta hallgatóinkat. További jó munkát kívánok és jó egészséget. Köszönöm, viszont kívánom minden hallgatónak. Velünk történt című magazin műsorunk van itt a 104 Rádió 1-en a gazdasági versenyhivatal sajtószóvivőjével, Kollár Kingával beszélgettem. Műsorunkat hamarosan folytatjuk.